Adott két testvér, akik a több száz kilométeres távolság ellenére is mindent tudnak egymásról. Ők a tűz és a víz, Orbánné és Giza. A színház látogatók számára ismerősek lehetnek, hiszen Örkény István Macskajáték című kisregényében szerepelnek, de Berényi Gábor rendező jóvoltából kiléptek abból a történetből, hogy önálló életet éljenek. Két idős nőnek az élete, az egyik a bátor, aki végigélte a szenvedélyeit és a vágyait, és minden konfliktusba belement, és a másik, a gazdag, a nyomorék, a rökhöz kötött hölgy, akinek téli álom volt az élete, mert mindig félt vállalni kemény dolgokat. Úgyhogy ez két nagyon különböző karakter, de nagyon szeretik egymást, és van egy mondat a darabban, amit nagyon imádunk, hogy talán azért szerettük mindig így egymást, mert mindig volt a másikon mit irigyelni. A karakánabb Orbánné bőrébe Béres Ilona bújt, míg az óvatosabb Gizát Tordai Teri alakította. A színművészek nagyon szerencsésnek érzik magukat, mert még főiskolásként gyakran vendégeskedtek Örkény Istvánnál. Erre a darabra pedig jutalomjátékként tekintenek, mert fontos érzésekről beszélhetnek. Milyen fontos a családi kapcsolat, vagy a barátságokat, az emberi kapcsolatokat megőrizni és ápolni. És azt hiszem, hogy azért is szeretik fiatalok és idősebbek egyaránt, mert valahogy egy kicsit példát ad arra, hogy milyen jó, mikor az egyik törődik a másik. Elmondhatod neki azt az örömetet is, a bánatodat is, és ezáltal múlhatatlan időt, minden időn túl szól ez, mert ez igazából mindig egy erős emberi érzés. Néha elfeledkezünk róla, hát mi ezt egy kicsit most újra teremtettük. A legendás színészek szeretnék folytatni a közös munkát, és azt tervezik, hogy legközelebb versekkel állnak a közönség elé.